kísérletes méltó játékkal is teljesítménnyel lépte ki együttesünk a döntőbe, a társadalmi selejtező csoportban. Hogyan lépték el a tornát? Hát összességében úgy gondolom, hogy sokkal erősebb a játékos keretünk, mint ahogy érkeztek csapatok, ezzel persze nem lenézve az ellenfeleket. Tudni lehet, hogy ilyen kispályás mérkőzéseken sokszor fordulnak elő meglepetések, de hát úgy gondolom, hogy a mai nap bőven fölé jöttünk az ellenfelek fölé. Annak ellenére, hogy én úgy érzem, azért a mi csapatunk nem egy igazán kispályás csapat, elég sok a magas emberünk, akik nem elég mozgékonyak, itt azért a fürge alacsony emberek jobban élnek, mert persze a tudásunk lényegesen nagyobb, azért erőállapotunk. Itt közben említetted, hogy nem készülünk külön a balasi tornára, ehhez képest azt mondtam, hogy meggyőzött el, csak mondom, hogy sikerült közülni. Hát a tegnapi edzés utolsó 40-45 percében egy kicsit azért összeraktuk a sorokat, hogy mindenki pályára lépjen. A legfontosabb az volt, hogy ne sérüljön meg senki, de ismétlen magam, tehát mi csapatunk készülsük. Nem lenézve, és nagyon-nagyon becsületesen, lelkesen futballozott mindenki ellenünk. Nem adták fel annak, hogy több mérkőzésen több góllal vezettünk már. Nem mondom, azért a nagyobb tudás, meg a nagyobb jobb fizikai állapot. Mit vársz a döntőben? Milyen célokkal fogtok majd pályán? Hát ez, a legutóbb is nyilatkoztam, ilyen örök vita téma, a felkészülés harmadik hetében leszünk. Igazán itt még mindig a fizikai edzések a döntőek. Hát meglátjuk, hogy fogunk kinézni a hét második felében. Persze, hát meg fogunk tenni mindent, tehát most én azt nem mondom azt, hogy feltartott kezekkel megyünk. De hát ott gondolom, hogy azért jobb csapatok lesznek, tehát gondolok itt a Bőcs, Kazinc, Barcika, azért vannak a megyében másik MB2-es csapatok is, illetve gondolom, MB3-as csapat is van a megyében, ugye aki esetleg oda tud kerülni, tehát ott biztos, hogy sokkal nehezebb dolgunk lesz. Hát meg fogunk tenni mindent. Ha megfelelően frissek leszünk, de hát ezt sajnos nem tudom garantálni, mert ha egész héten edzeni fogunk, edzőmérkőzésünk is van hétközben, meglátjuk. Hát gondolom a többi csapat is dolgozik. Ha dolgozik mindenki, akkor egyelőre tesznek az esélyek a terembe. Reméljük, hogy Sivák Sanyi, aki ma nem tudott itt lenni, a Vitel ki felépülnek, és hát akkor lehet, hogy még egy picit erősebbek leszünk, mert ők azért jobbak kispályán, tehát nem akarunk se a Válmosét, se a Toplenszkit, elekülni a magas embereinket, akik azért inkább nagy pályán. Nyíregyházán játszunk, egy vegyes csapat ellen, tehát a Nyíregyházának aznap két mérkőzése van. Gondolom, hogy a második csapatosá lesz, ha tegyük fel ellenünk, a második csapatát játszhatja gyenge. Valószínűleg csütörtökön is két edzés van, pénteken pedig nem tudjuk még a sorsolás, hogy hogy van. Ha pénteken már játszanunk kell, akkor valószínűleg csütörtökön csak egyet edzünk. Ha pénteken nem kell még játszanunk, akkor csütörtökön is valószínűleg kettő, pénteken egy, és akkor